Sziasztok, ez itt a Tikértétek sorozat 16. része, ami nem másról fog szólni, mint végre a szitek eredetéről. Azonban a Jedirend eredetével kapcsolatos videómmal ellentétben ez nem a legendák, hanem a kánon változat, ugyanis a legendák változata ennek annyira kusza és annyira sok minden történik benne, hogy igazából nem igazán tudnám egyetlen videóba összefoglalni. Ezért úgy döntöttem, hogy a kánon változatot választom, ami azért annyira nem különbözik ettől, csak egy kicsit letisztultabb és nincs annyi konkrét esemény benne, mint a legendák változatban. Szóval, a szitek eredetileg az 1000 éves sötétség alatt a Jedirendből kivált Jedik voltak, akik azáltal akartak nagyobb erőt és tudást szerezni, hogy az erő sötét oldalát tanulmányozták. Idővel ezek a Jedik elég nagy követő táborra tettek szert, akik hasonló filozófiával rendelkeztek és a sötét oldalt kívánták követni. Ez a szakadás a Jedirenden belül végül egy polgárháborúhoz vezetett, ahol is a Jedik és az újonnan alapított Sith rend, korábban fivérek és nővérek az erőben egymás ellen harcoltak a hatalomért. A háború a Sithek vereségével végződött, akik elhagyták az ismert űrt. A Jedik tudta nélkül azonban letelepedtek a Morabandon, ami a legendákban Korriban, de a kánonban valamiért Morabannak hívják, de ez ugyanaz a bolygó. Szóval itt telepedtek le titokban, és várták az új esélyt arra, hogy lecsapjanak a Jedikre. Ahogyan a Sith rend növekedett, hatalmas templomokat építettek és sírokat a Morabandon, egy olyan helyen, amit úgy neveznek, hogy a Sötét Nagyurak Völgye. Egész birodalmakat építettek fel, és több háborúban is harcoltak a Jedikkel szemben azért, hogy kivívják a galaxis feletti uralmat. Azok alatt a háborúk alatt óriási szuperfegyvereket is építettek, amiket legtöbbször óriási kiberkristályok láttak el energiával. Kb. 5000 évvel a galaktikus birodalom felemelkedése előtt a Sithek háborút indítottak a Jedik és az a régi köztársaság ellen. Ez már sok-sok évnyi remeteség után történt, és ebben a háborúban a Sithek megtámadták a Coruscantot, és bizonyos sikereket is értek el. Itt egy kis templomszerűséget építettek, ami egy hatalmas sötét energia vagy sötét erő otthona lett. Aztán végül a Jedik sikeresen kiűzték a Sitheket a Coruscantról. Ugyanebben az időben a Massassik, akik egy rabszolga faj volt, akiket a Sithek kontrolláltak, megépítették az óriási templomokat, a nagy templomokat a Yavin 4-en. Kb. 1000 évvel a háború után a Jedik ráépítették a saját templomukat arra a templomra, amit a Sithek építettek, ezzel megpróbálva elnyomni annak a sötét erejét. Ezután sok éven keresztül a Sithek tovább növelték a birodalmukat, több bolygón is templomokat emelve. Ilyen templom épült például a Malakorron is, és ennek a templomnak a szívében egy szuper fegyver volt, amit szintén egy óriási kiberkristály működtetett. A Jedik ennek a tudtára jutottak, és támadást indítottak a templom ellen. Itt egy óriási csata alakult ki a Sith birodalom és a támadó Jedirend között, azonban a csata alatt a templom aktiválódott, és mindenkit megölt a bolygón. Ennek köszönhetően a bolygó tiltottá vált a Jedik számára, és több ezer évig legendává vált. A sötét kornak nevezett időszakban kitört egy újabb Jedi-Sith háború. A háború korai szakaszában a Sithek megtámadták a köztársaság központját, a Coruscantot ismét, ahol ezúttal sikerült is elfoglalni azt, azonban a Yavinni csata előtt 1032-ben megtörtént a Coruscant felszabadítása, ahol most már végleg kiűzték a Sitheket a Coruscantról. Egy hasonló konfliktusban a Jedik és a Sithek a Takodana nevű bolygón is harcoltak, és később erre a csatamezőre építette Mas Kanata a kastélyát. Azonban a hatalom hajhászása előbb-utóbb a Sithek veszte lett, és ezáltal egymás ellen fordultak. És ezen az egy éven belül a Jediknek sikerült legyőzniük az összes egymás ellen harcoló Sithet, térre kényszerítve ezzel az egész maradékát annak, ami megmaradt a rendből. Azonban, ahogy később kiderült, egyetlen egy Sith, Darth Bane, túlélte ezt, és mivel a társai megsemmisültek, megreformálta a rendet azzal, hogy kitalálta a kettő szabályát, miszerint csak két Sith lehet, egy mester és egy tanítvány. Ez megakadályozza azt, hogy a rend megint széthújjon belső harcok miatt. Ezután a Sithek elhagyták a Morabandot, a csaták által megsebzett bolygót, végül pedig Darth Bane-t is megölték és eltemették a Sötét Nagyurak Völgyében. De a kettő szabálya nagyon sok éven át tovább folytatódott.
és az ő tanítványa által tovább lett víve ez a hagyomány. A szitek aztán 1000 évig bujkáltak, és a Jedik nem is ismerték a túlélésüknek a tényét. A szitek egészen a Galaktikus Köztársaság utolsó napjaig titokban maradtak, amikor Darth Sidious és a tanítványa Darth Maul felfedték magukat a Jediknek. Sidious már korábban megölte a saját mesterét Darth Plagueis álmában, és ő maga vette át a mester szerepét, ahogyan a Sith útnak lennie kell. Végül is mindenkinek az orra előtt bujkált, Sheev Palpatine szenátorként, miközben titokban végig együttműködött a kereskedelmi szövetséggel. Innen végül is már ismerik az egész történetet. Szóval igazából ez minden, amit a Sith rendről tudunk a kánon szerint. Igazából annyira nem különbözik a legendák variációtól, csak nyilván nem annyira részletes, hiszen annyi részletet még nem tudunk róla, mint ahogy ez a legendákban volt. De igazából maga a váza a történetnek, hogy háborúk voltak, meg ilyesmi, aztán végül kialakult a kettő szabálya, ez így nagyjából ugyanaz, mint a legendákban. Szóval olyan nagy különbség nincs. Na de most köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el kedvelni a csatorna hivatalos Facebook oldalát, ami ez a link lent lesz a leírásban, valamint a komment szekcióban is. És sziasztok, az erő legyen veletek!